Sziasztok, barátok, váró. Kezdem kicsit unni, hogy megint ezzel a témával kell előállnom, de megint elkezdett nekem egy játékos. Most nem ugyanaz, meg ö, nem is, hát csak hasonló téma, de ez már egy picit azért nálam túllépte a határokat, ö, és felidegesített a levele, mert ö, ért nekem egy elég... <kül> Nem akarom mondani, milyen levelet. Miranda Potato Blanket nevű lány. És azt írta, hogy szerintem te nagyon mennyire gondolod magad, hogy nem igazolsz vissza senkit. Ja, és tud hogy nagyon szaradsz a Senki nem fog neked feliratkozni, mert beképzelt vagy. Azt hiszed, hogy jók a videóit közben semmit sem élnek. Undorító vagy, de nagyon nagy utálód vagyok. Először is ezt már párszor tisztáztam veletek. De azért nem igazolok vissza senkit. Mert a barátlistámat nem akarom kiüríteni, mert nagyon fontos személyek szerepelnek rajta. A hely van, azt meg nem szeretném elfoglalni, nehogy valaki, aki hát fontos, az be tudjam jelölni, hogyha nem talán kitöröltem, vagy átment a hd és visszajött, vagy valami. Szóval ezt remélem megértitek. De nem vagyok olyan, hogy Úristen, most ilyen... Most én nagyon kis... Beképzelt vagyok, hogy ne gyertek oda hozzám. Fúj, utalom a rajongóimat, meg minden, Hanem, hogyha szeretnétek, akkor nyugodtan oda jöhettek hozzám. És beszélgetni, vagy bármi, mindenkivel próbálok nagyon kedves lenni, de ezt a játékost én nem értem. Ha nem szereti a videóimat, akkor ne nézze. És hogyha nagy utálom, akkor miért ír nekem levelet? Vagy ezt most miért kellett leírnia? Most nem értem. Olvasd el az a címe jó, elolvasom, hát persze, hogy elolvasom, bárki uh, ír nekem, azt mindig elolvasom, uh, és kedves Miranda, potato blanket, ha te így gondolod, azt én megértem, de normálisabban is lehet fogalmazni, hogy én undorító vagyok, meg beképzelt vagyok, meg nagyon szoros csatornám, ezt így uh, normálisan is meg lehet fogalmazni, és most gyorsan írok is neked, Na hát ö, írtam ennek a bizonyos játékosnak, és a levelet nem tudom ki bizonyítéknak, ö, hogy mit tudom én, hogy például Zsani is fölép a karakteremre, akkor láthassa. Nos hát ma csak ennyit terveztem nektek. Ö, remélem engem most megértetek, mert most egy picit furcsán beszél, mert picit nagyon, picit nagyon dühös vagyok. Igen. Szóval sziasztok, becsik valaki, és kedves Miranda Potétoblánkát, hogyha látod ezt a videót, akkor áldsd el magad már, bocsánat. Sziasztok, barackulek várok!